Dani, rajtad is láttam itt a meghatottságot, és itt ugye Ungi arról beszélt, hogy új barátokat szerzett magának itt csapaton belül. Ti ezért nem olyan nagyon régen ismeritek egymást Ungival. Mi az, ami ennyire megfogott az ő személyiségében? Igazából az az életerő, az az élni akarás, az a sok energia és lelkesség és vidámság, ami az Ungiból árad, szerintem az mindegyikünket ugyanúgy, ahogy pirosokat és kékeket is megfog, és mindenkivel, akivel Ungi találkozik és az útjában jön. Egy fantasztikus embert ismertem meg az Ungiban. Már többször hallottam róla másoktól, barátaitól, és én alig vártam igazából, hogy találkozzak vele, és nemhogy nem csalódtam. Ez egy életszerről szóló barátság most. Azt köttetett? Igen. Mi az, amit Ungi ennek a csapatnak szerinted olyan szinten adott? Mert nyilván azért láttuk, hogy a futamokat tekintve is próbálkozott, amikor szerzett egy pontot, akkor a levegőbe dobáltátok. Tehát hihetetlen volt az, ami az egész, ami körülveszi Ungit. De ugye a hétköznapokban mi az, amit mondjuk neked adott valami pluszt, amikor mély ponton voltál? Tehát itt azért beszélgettetek elég sokat. Szóval mi az, amivel ő föl tudott téged hozni? Én azt gondolom, hogy én egy laza embernek tartom magamat. Viszont Ungi ezt meg tudja többszörözni, sokszorozni. Bármikor, bármilyen napszakban, reggel, korán reggel, késő este mindenkinek tud valami jó, kedves, motiváló szót mondani, és hát nem is tudom, Pali, a legnagyobb menő. Nehéz ezzel vitatkozni, sőt még hát megmondom őszintén, hogy Gabit azért ebben az évadban még olyan nagyon sokszor elérzékenyülni nem láttam, de javíts ki, hogyha tévedek, most igen. Igen, azért én eléggé érzelmes ember vagyok, és a mindenféle érzelem nekem könnyek formájában jön ki. És nyilván egy csapattársat elveszíteni sosem könnyű. És azért Miki nem egy átlagos csapattárs. Tényleg, ahogy így elhangzott, mindent elmondtak róla a többiek, ő a csapat motorja, a szíve. Ami szerintem mindenkinek a hétköznapjait kicsit könnyebbé, meg adott esetben vidámabbá tudja tenni. Mert elég csak visszagondolni az együtt töltött időre, meg úgy Mikire, és egyből mosoly lesz mindenkinek az arcán. Lehet azt mondani, hogy egy picit talán rá jobban felnéztetek? Mert azért csak egy nagyon-nagyon komoly sportolói múlt van mögötte, olimpiai ezüstérmes, világeseményeken szállította ugye folyamatosan, 99-től ugye, ahogyan beszéltük az érmeket. Szóval ez emelte egy picit a többiek fölé Ungit nálad a te szemedben? Miki egy kiváló sportoló, elvitathatatlanok a sportban elért eredményei, de szerintem ami ennél is fontosabb, hogy egy fantasztikus ember, és